Közben a Duna felső szakaszán már levonulóban van az árhullám, rendkívüli helyzet egyelőre sehol sem alakult ki. Nagybajcsnál már tetőzött a folyó, Esztergomnál pedig ezek az órák a legkritikusabbak. Országszerte áradnak egyébként a folyók, most éppen több mint 900 kilométeren van készültség. Vézem eddig a szem mellett. Ezek a drónfelvételek Nagybajcsnál készültek. Víz alá került a fák törzse, az utak és a környező házak is. Itt már tetőzött a Duna 612 cm-es vízállással. Így néz ki a levegőből Vének, Győr-Moson-Sopron vármegyében. A környékbeli házakat, üdülőket elöntötte a Duna, napok óta már csak csónakkal lehet itt közlekedni. Az egyik férfi csak nagy nehézségek árán tudta kiszabadítani kerékpárját a víz fogságából. Valahol hasigérő víz van, valahol térigérő víz van. Nem tudom, hát valaki elszántabb benn, azért benn marad. Mert abban bíznak, hogy egy-két nap múlva lemegy. De hát már apad is a víz, azért lehet látni. Esztergomnál sem jobb a helyzet, jelenleg másodfokú készültség van érvényben. A Prímás szigetre és több kerékpárútra már betört a víz. Baját sem kímélte az ár, vízben úszott az egész vidék. Pillanatokon belül elborította az utcákat és a házakat, az emberek igyekeztek menteni a menthetőt. Van itt nyaralónk, így pakolunk meg, próbáljuk megvédeni a víztől. Itt most első fokú készültség van, december 30-ára várják a tetőzést. Közel már a tetőzés Szolnokon is, ahol az Agyva árad, nagyjából 100 km hosszan, az új 100-100-berek Jászberény szakaszon rendeltek el készültséget. A Zagyván a Vártnál is nagyobb árhullám vonult le. Jelenleg új 100 és Jászberény között első fok van érvényben, Jászteleknél pedig tetőzés közeli állapotban van a folyó. A figyelő szolgálatok az Agyva egészén élnek. Nem kell azonban árvíztől tartani Szegeden. A szakemberek szerint a Tisza vízszintje nem éri el azt a szintet, hogy le kelljen zárni az alsó rakpartot. A folyó környékét azonban továbbra is fokozottan figyelik. A magas folyami vízállások miatt egy torkolati szivattyú telepünk másodfokú készültségben üzemel, és végzi az összegyűjtött vizek befogadóba emelését. Magas ugyanakkor a Balaton vízállása, nemrég 122 cm-t mértek. A szakemberek egészen idáig a mederben tartották a vizet, most azonban megnyitották a zsilipeket a Sió csatornánál. A szakembereknek folyamatosan figyelniük kell a jelenségeket. Áradnak a folyók országszerte. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, a Dunai árhullám levonulása egyelőre zavartalan. A Dunán és a Tiszán is, illetve nagyon-nagyon sok kisebb mellékfolyón a teljesség igénye nélkül sok víz érkezett az elmúlt napokban az Ipolyon, a Rábán, a Lajtán, illetve a Tisza mellékfolyói közül a Szamoson, a Krasznán és a Tarnán, a Taktán, a Sajón is áradások vannak. Magyarországon jelenleg sehol nincs rendkívüli készültség.